Ez egy olyan díj, ahol gyakorlatilag egyedüli díjként indulhatnak fiatal alkotók is, hiszen az ő építési, tervezési jogosultságuk lehetővé teszi, hogy ilyen épületeket építsenek, míg nagyobbakba ők még nem tudnak labdába rúgni. Ez egy nagyon fontos célkitűzése volt a pályázatnak, és egyébként a díjazottaink is az elmúlt 5 évvel visszanézzük, nagy örömünkre főleg fiatal, tehetséges alkotók voltak. Volt egy rendkívüli természeti környezet, ami egészen ritkaság, hogy egy ilyen helyszínen tervezhet az épületet egy építész. Közel van a városhoz ez a helyszín, és mégis távol. Ez egy nagyon nagy ritkaság. Ugyanakkor egy nagyon jó tájolási adottsága is van a helyszínnek. Most ezeknek az együttese az, ami a legnagyobb inspirációt jelentette. Egyrészt a természeti környezet volt nagyon fontos, ez a lejtőstelek és egy erdőben található az épület, illetve épület együttes. És van egy másik aspektus is, mégpedig az, hogy ez a villa Pécsen található, és az egyik legfontosabb magyar építész-dizájner az onnan származik, Breuer Marcel, és valahol az ő szellemiségét is itt próbáltuk visszacsempészni, illetve hát az ő köréhez tartozó Bauhausos jelentős magyar építészeknek a építészeti világát is kívántuk, vagy próbáltuk folytatni ezzel az épülettel. Nem volt azonnali koncepciónk, azt éreztük, hogy ez egy nem mindennapi lehetőség. Maga az épület helyszíne is többször változott, mert ez egy nagyobb terület, ahol van egy nagyméretű villaépület és egy kisebb lakóépület, és itt ugye most a díjat ez a kisebb lakóépület kapta. Mikor a megrendelő megkeresett minket, akkor csatlakoztam a Csabáékhoz, illetve vettek föl az építészirodájukban, és Csaba elég szabad teret hagy minden munkatársának, így én is kaptam lehetőséget, hogy a magam metódusát akár kifejlesz-e vagy használva kezdjük el a tervezést, és én a városépítészetben nagyon jellemző ilyen elemzéses módszert betettem fel, és így közösen kielemeztük sokféle szempontból az épületet. Az hangsúlyos volt ebben, hogy egy modern módon megformált és mégis barátságos épületet eredményezzen. A modernség az nem csak a külső formánkban, hanem a tereknek a tartalmában is jelentkezett. Ugye a modern építészet egyik fő sajátossága, hogy az ember akkor már, a 20. század embere, az nagyon vágyott arra, hogy a természetet élvezze, de ugyanakkor a komfortokat is nagyon vágyta. És ezért létrejöttek a nagy transzparens felületek, üvegablakok, és az ember a komfortos, kényelmes környezetből szemlélő üzemmódban, hogy úgy mondjam, figyeli a természetet. Ezt próbáltuk egy kicsit a hagyományos magyar építészetnek is bizonyos eszközeivel kiegészíteni, ilyenek a terasz, illetve a tornác. Bár oszlopok nincsenek, de mégis az épületnek egy olyan előreugró tetőszerkezete van, ami a árnyékolásban meg is segít, és bizonyos védettséget ad ezeknek a külső tereknek. Tehát az is fontos volt, hogy létrejöjjenek ilyen átmeneti térzónák, hogy a teljes nyilvánosságtól fokozatosan éri el a teljes intimitást az ember. Csabával nagyon jó együtt dolgozni, igazából pont úgy egészítjük ki egymást, hogy így egy kerek egész tud létrejönni ezáltal. Amik nekem a gyengeségeim, amit én is most már lassan kezdek megtanulni, hogy mi azokban ő sokkal dominánsabban tud részt venni, és így kölcsönösen kiegészítjük egymást. Én előtte már jó néhány családi házat, igényes villaépületet terveztem, tehát én gyakorlott voltam ezen a területen. Bálint pedig a fiatalok tehetségével és lendületével kapcsolódott be ebbe a munkába. Én elsősorban a tapasztalatot, meg egyfajta ilyen mondjuk letisztultabb gondolkodást hoztam, Bálint pedig az impulzív, sok gondolatgazdag felvetéseket vitte bele ebbe a team munkába. Nem mindegyik családi ház tud évháza lenni. Évente elég sok családi ház épül, és csak egyet
jelölt a zsűri, és ez külön erősíti az a körülmény, hogy idén rekordszámú pályázati anyag érkezett be, és ebből sikerült első helyezést elérnünk. Minden ember ebben a válságos időben különösen vágyik az elismerésre. Ez lehet akár a családi életen belül, vagy a baráti körben, vagy pedig a nagy nyilvánosság előtti elismerés, úgyhogy mi is nagyon örülünk ennek a díjnak. Elsősorban olyan szempontból, hogy egy komoly megerősítést jelent, hogy az, amit mi magunk is értéknek látunk, jónak tartunk, ezt megerősíti az építész szakmának egy ilyen elitköre, amit itt a zsűri jelentett.